Mielőtt folytatnánk a videót, ne felejts el lájkolni, de legfőképp ne felejts el feliratkozni a csatornámra, és megnyomni a kis csengőt, hogy ne maradj le a hasonló tartalmakról. Sziasztok! Üdv újra a csatornámon, én Alpár vagyok, ez az Alpár Moto Adventure. Itt vagyunk Marosvásárhely mellett egy oktatópályán, a Wild Road ismét képzést szervezett, tegnap volt az alapszint, ma az emelt szint. Idáig esett az eső, most végre le tudtuk venni az esőruhát. Próbálkozunk, kicsit csúszik a pálya, de az a lényeg, tehát minél extrémebb körülmények között tudjuk gyakorolni ezeket a dolgokat, annál nagyobb tapasztalatot veszünk szert, blablabla. Lényeg az, hogy jól érezzük magunkat, miközben tanulunk hasznos dolgokat, amit a közlekedésben fogunk hasznosítani. Tartsatok vele, csá! Váltós lába, jobb lába, hátsó fékes lába. Beteszem egyesbe a mozit, utána leteszem a lábam mellé, ugrunk be van húzva, jobb lábam rajta van a lábféken, finoman nyomom a hátsó féket, és akkor elkezdem emelni a gázt, elkezdem engedni a kuplungot, de a hátsó fék fogja vissza a motort, mi fog történni, elkezdi szépen kuszorodni meg. Abban a pillanatban, hogy megvan ez a megkuszorodása, lassan engedem a kuplungot, megmozdul a motor, föltettem a másik lábamot is, mert ugye a bal lábamon támaszkodnom kell, mert a jobb a féken van, föltettem a másik lábamot is. Amikor ez a mozzanat megvan, ugye így ebben a pozícióban, megmozdul a motor, fönten a lábam, az egész szemben bemegy egyszer középre, aztán ahogy haladok, jövök, megy a kiáratra. Nem a bolyát nézzük, hanem a kiárat művet. Nézem és tartom a motort. A hátsó féken marad a lábam, nyilván annak függvényében, hogy mekkora a forduló görög, ahhoz, hogy ide visszakényszerítsem. Behúzom a kuplungot, tehát ahogy föltűnik az akadály, behúzom a kuplungot, az akkor teljesen rögzülni fog, és utána rutinszerűen fog venni. Tehát kvázi, amikor itt vagyok,
húzom a kuplungot, ugye behaladtam, az én testsíkom van az utolsó vonalba, itt kezdődik a kikerülési zóna, a kerekem már ott van bent, és akkor innen jön maga a kikerülés. Itt megint, mivel szimpla kikerülésről beszélünk, lehet a kormánybökőset is alkalmazni, lehet az elhúzósat is alkalmazni. Gyakorlat, ez egy dupla, kikerülős, elkerülős, még jobban elkerülős videó. Fiúk, lányok, ennyi volt a képzés. Igyekeztem bemutatni többé-kevésbé, hogy hogy is néz ki egy ilyen wide road-os emelt szintű képzés. Jó szokásukhoz híven az oktatók ma is kitettek magukért. Igyekeztek olyan akadálypályát és olyan helyzeteket teremteni, ami a mindennapi forgalomban találkozhatunk. Megtanultuk ezeket többé-kevésbé kezelni, hogy kell reagálni, mik azok a technikák, amelyikkel meg tudjuk könnyíteni a mindennapi közlekedésünket, úgyhogy én mindenkinek csak ajánlani tudom az ilyen és ehhez hasonló képzéseket. Amint azt ti is láthattátok, a képzésen rengeteg féle fajta márkájú, formájú, mindenféle motor vett részt, viszont kettő volt az, amelyik igazán megragadta a figyelmemet. Az egyik egy 1002-ös Suzuki Bandit, a másik pedig egy R45-ös BMW. Ezt a kettőt próbáltam ki, nem nagyon fogok róluk beszélni sokat, inkább csak hallgassátok ti is a motorhangot, és próbáljátok átélni azt, amit én éltem át, ugyanis két különböző motor, az egyik egy mondhatni ilyen középkategóriás, gyengébb becske motor, a másik a Bandit, az pedig egy rakéta, egy őrült fenevad, és gondolom, hogy a gazdája ezért is szereti és tartja ilyen nagy becsben.
nem, de ilyen nem, én sosem mentem, basz. Hó van egyszer itt? Jó, de elő van, az hogy éred-e? Nekem most egy kicsit találom le. Jó? Fordítod jobbra a középállásra. Ja, egyszer így. Nem. Na várj, simán így benne vagyod. Így, és ott indítasz. Kicsi gát kerek érni. Azaz. Azt a milyen szépen megy. És annyi, hogy a kukunkból egy kicsit finoman kell játszani, hogy vagy úgy a pedál, vagy a húzéje. Ez nagyon más világ, hallod? Ez olyan kis nyugi veterán volt. Igen, nem szorul neked a gáza, de kicsi. Egy kicsi védő 40-et most már ugye elbírna szerintem. Itt nagyon-nagyon szorul, én is úgy éreztem. És ez mi az konkrétan? R-450-es. R-45. Ja, csak 450? Igen. Hát 27 volt erős. Na de most várjál, hol van a támpa? Itt. Jó. Jézus. Próbáltam előre kell nyomni. Aha. De az a baj a csizmán, ledölöbb az. Hát érdekes. Más világ egy kicsit. Köszi, hogy megnézted a videót, hogyha tetszett, nincs más dolgod, mint lájkolni, megosztani, de a legfontosabb dolog, hogy ha még eddig nem tetted meg, akkor megkérlek, hogy iratkozz fel a csatornámra. Ezzel nagyon sokat segítesz nekem és a csatornának is, úgyhogy két kattintásba kerül az egész, hajrá!